A természeti jelenségek sokszor szemedgyönyörködtetőek, de gyakran az is előfordul, hogy félelmet ébresztenek. Ilyen a napfogyatkozás is, amikor nappal sötétbe borul az égbolt néhány perc erejéig. Kutatások sokassága foglalkozik a nem mindennapi jelenséggel. A napfogyatkozás egy szinte pillanatnyi égi tünemény. Ritkán van esély egy élet alatt napfogyatkozást megélni. Persze vannak olyan emberek, akik kifejezetten üldözik a napfogyatkozásokat, amelyek a világ mindig más pontján esedékesek. Úgy is nevezik őket, hogy napfogyatkozás üldözők. Rendben, srácok, készen állunk? Oké, ki izgatott a napfogyatkozás miatt? Letitia Ferrer 1991-ben először látott Mexikóban napfogyatkozást. Azóta 7 kontinenst, 5 óceánt utazott be, egy-egy napfogyatkozás kedvéért. A lelkemben hála van, hogy láthattam ennyi napfogyatkozást. Imádom azt az érzést, hogy abban a néhány percben egy legyek az univerzummal. Jelen lenni és érezni azt. Eddig 20 napfogyatkozás boldog szemlélője volt. Annyira hálás vagyok, hogy ott lehetek, és annyira boldog vagyok, hogy láthatom. És elég ahhoz, hogy szerelmese legyek. Rabja vagyok ennek az érzésnek, és persze mindig ott van a következő tervezése. Az életemet a napfogyatkozásban mérem. A 63 éves asszony vágya, hogy elérje a 103 éves kort, és addig legalább 50 teljes napfogyatkozást lásson. Világszerte nagy esemény az a pár perc nappali sötétség, amikor a napot a hold takarja. Bizonyos spirituális elméletek szerint a napfogyatkozás jelentős hatásokat hozhat. Az életben komolyabb fordulatokhoz vezethet. Ilyenkor számolnak a veszteségekkel, fájdalommal, elengedéssel. De hisznek abban, hogy minden múltbéli dolgot elengedve egy új élet kezdődhet, amivel hátra lehet hagyni a régi rosszat. Természetesen a tudományos kutatása a napfogyatkozások hatásainak is előtérbe került az elmúlt évtizedekben. Egy új karmakör indulhat. Chilében 2017. július 2-án nagy volt az érdeklődés, és nem csak az amatőr napfogyatkozásokat követők körében. A 2017-es napfogyatkozás megfigyelése a világ legtisztább égboltján volt lehetséges. Egyszerűen le vagyok nyűgözve, soha nem tapasztaltam ilyesmit, hihetetlen. Ez volt ennek az utazásnak a legszebb pillanata, és nagyon élveztem, hogy itt lehetek. Chile legnagyobb obszervatóriuma számos külföldi tudós fogadott a 2017-es napfogyatkozás vizsgálatára. A tanulmányozás arra a pillanatra összpontosított, amikor a napot teljes egészében eltakarja, avagy blokkolja a hold. Ekkor a napkorong külső fehér fénye, napkorona jelenik meg a sötét holdkorong körül. Ezt nevezzük teljes napfogyatkozás. Ez a jelenség indítja el a mágneses viharokat, amelyek érintik a Földet is. A mágneses viharok egy csodálatos jelenséget is okoznak, az Aurora Borealist, azaz a sarki fényt. A napkorong tartományában a részecskék sebessége olyan gyors, hogy ki tudnak szakadni a nap gravitációs vonzásából. Ezek alkotják az úgynevezett napszelet, amely elérve a Földet létrehozza a sarki fény jelenséget. Május elején itthon is megcsodálhattuk az égen állandóan változó festményeket, amelyeket a sarki fény rajzolt színesre. 2022-ben Párizstól Új-Delhiig emberek gyűlnek össze, hogy megnézzék a napfogyatkozást. A hold emberek milliói számára takarta el a napot, a Mexikón, az Egyesült Államokon és Kanadán átvezető út mentén idén április 8-án. A NASA szerint a világ különböző részein élő emberek több és hosszabb idejű napfogyatkozásokat tapasztalnak meg az elkövetkezendő hónapokban és években. Ez a napfogyatkozás egy kicsit más lesz, mint a 2017-es több szempontból is. Egyrészt sokkal többen láthatják, másrészt ez a napfogyatkozás hosszabb ideig lesz látható. Tehát körülbelül 4,5 percig fog tartani a teljes napfogyatkozás, míg 2017-ben ez csak 2 perc körül. Volt. A harmadik dolog pedig, hogy a nap mágneses aktivitási ciklusokon megy keresztül, és jelenleg a mágneses aktivitás maximumán vagyunk. Aki részese szeretne lenni a következő teljes napfogyatkozásnak, azoknak alig 2 évet kell még várniuk, és másik kontinensre sem kell átutazniuk a különleges élményért, csupán egy spanyol szigetre. A Kanári-szigeteket Chile és Hawaii mellett a bolygó egyik legjobb égboltjának, avagy a csillagászok paradicsomának tekintik. Az égboltja nagyon tiszta, mivel a kontinentális Európához képest alacsonyabb szélességi fokon vagyunk, sok csillagképet megfigyelhetünk.
2026. augusztus 12-én Spanyolország nagy részéről látható lesz a teljes napfogyatkozás, míg Grönlandon, Izlandon, Oroszországban és Portugália kis területén részlegesen láthatják a jelenséget.